Jaj, de jó, hogy eljöttél, köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök. Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket a Centrális Galéria, a Nyitott Társadalom Alapítvány és a Közép-Európai Egyetem nevében, és először szeretnék bemutatni néhány résztvevőt, néhány olyan embert, akinek nagyon fontos része volt abban, hogy létrejöhessen ez a mai kiállítás, mielőtt a hivatalos megnyitóra sor kerülne. Engedjék meg, hogy először bemutatkozzam, Laszlovszky József vagyok, és a Közép-Európai Egyetemen a középkortudományi tanszéket vezetem, és akiknek ez a kiállítás nagy részt, jó részt köszönhető, egyrészt Csortos Szabó Sándor, a fotóművész, akinek a kiállítási anyaga a legnagyobb részét képezi ennek a mai bemutatónak, itt áll mellettünk. Ezen kívül Vajda József és Györfi Ilona, akik néhány évvel ezelőtt egy nagyon nagy kutatási program keretében azokat a felmérési munkákat elvégezték, amelynek szintén a rajzos dokumentációját itt megtekinthetik. Erről még röviden lesz szó. Végül nem utolsó sorban Jelen János, az Ankor Alapítvány részéről, aki ennek az egész kiállításnak az egyik mozgató ereje volt. Welcome to Central Galeria and to the Central European University. First of all, I would like to introduce you some of my friends and colleagues who worked very hard to make this exhibition for you. First of all, I like to introduce Sándor Csortos Szabó, the artist, the photographer who have visited recently Ankor, and his photographs are the main part of this exhibition. Then József Vajta and Ilona Györfi, who some years ago have visited the place and worked there for a big UNESCO project for the documentation and the restoration project of the Ankor site. And last but not least, János Jelen, ambassador, Ministry of the Foreign Affairs, who is the moving spirit behind all kinds of activities which are related to Ankor. És most pedig szeretném önöknek bemutatni Tomaj Dénest, aki a Külügyminisztérium helyettes államtitkára, aki elfogadta felkérésünket, hogy ezt a kiállítást megnyissa. And I would like to introduce you Dénes Tomaj, State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, who accepted our invitation to open this exhibition. Thank you very much. I will read my opening speech in English and then I will translate it in a short way for the Hungarians who doesn't speak English. Excellencies, ladies and gentlemen, dear guests, it is a great honor to have been invited for the opening of this unique exhibition, Ankor, the Lost City in Jungle, organized by the Open Society Archives and the Central European University, the House of Photography and the Ankor Foundation. The excellent PR work facilitated by the organizers and the positive response of the public expresses the interest of the Hungarian people towards the Orient. The Central European University and its Open Society Archives, in line with the Ankor Foundation, started something new and unprecedented in the cultural life of the Hungarian capital by initiating and realizing this exhibition. The value of this event is even bigger as a first step of activities aimed at strengthening European-Asian relations by means of culture, joint researches, and university cooperation. The name of Ankor is well known for many Hungarians, professionals and tourists alike. Ankor is not just an exotic Asian monument, it is a source of inspiration, pride and dignity for the whole Southeast Asia, in fact for Asia in general. Ankor is also a part of our common heritage
as it is recognized by its inscription on the World Heritage List. Angkor has been discovered first in 1946 when a delegation of civil engineers designed a dam for cultural purposes in the area. Their remarks and enthusiastic analysis of the ancient hydroelectric system of Angkor not only survived the decades but also was the basis of the fresh start in 1991. The new report was based on a survey expedition supported by the Minister of Agriculture, initiated a new phase of international debate. Hungary was an active supporter of the first UNESCO initiative in 1989 to launch the process that led to the inscription of Angkor on the World Heritage List. Thus, it is understandable that Hungary was among the first, the founders of the International Coordination Committee for Safeguarding and Development of the Historic Site of Angkor, co-chaired by Japan and France. Our interest to this important site was expressed by the establishment of the Royal Angkor Foundation. The letter of intent was signed by the former President of Hungary, His Excellency Mr. Árpád Göncz, and by His Majesty Norodom Sihanouk, King of Cambodia, in 1992. They became honorary presidents of the foundation. This foundation was very active since in many international projects related to the preservation of the Angkor religious complex. Some of the exhibits show the process and the results of this work, especially carried on the group of temples, Preko or Sacred Ka. Under the generous support of the UNESCO and many other private, national and international institutions, joint archaeological excavation on the spot and also high-tech data processing works are implemented and planned. Satellite and aerial images, together with thousands of other data, were all consolidated into a modern geographical information system in Székesfehérvár to help the Khmer authorities to save Angkor. At the end, let me thank all those who worked hard to create this exhibition. In fact, so much acting in line with the motto of the foundation, citing a sign on a wall of an English medieval church. I quote, a vision without task is but a dream. A task without a vision is a drudgery. A vision and a task are the hope of the world. I sincerely hope that the Central European University and the Royal Angkor Foundation, together with the Asian and European partners, will be able to meet this expectation. And I would like to also assure you that such initiatives will get support in Hungary in the future, as it has been in the past. Looking at the sensitive and beautiful photographs of Mr. Csortos Szabó, I'm sure that all of you will agree that the size of countries, geographical distances between them, historical and economic difficulties cannot determine a long relationship, affection and deep spiritual interest towards each other. With these thoughts, I would like to declare the exhibition Angkor and the Lost City of Jungle open. Hölgyeim és uraim, tisztelt nagykövet urak, kedves vendégek, nagy megtiszteltetés számomra, hogy megnyithatom ezt a kiállítást, amelyik a Közép-Európai Egyetem Nyitott Társadalom archívumának, Fényképek Házának és az Angkor Alapítványnak közös rendezvénye. Az a nagyszerű PR munka, amelyiket városszerte láthattunk, és az önök nagyszerű reagálása erre a PR munkára kifejezi azt az érdeklődést, amely Magyarországon a kelet felé megnyilvánul. Angkor sokak számára, akik valaha jártak ezen a környéken, nem csak egyszerűen egy egzotikus ázsiai műemlék, hanem inspiráció, büszkeség és méltóság forrása is, és nem véletlen az, hogy ez a műemlék együttes
fölkerült a világ örökség listájára. Magyarország kezdettől fogva aktív támogatója volt az UNESCO kezdeményezésének, és alapítója volt annak a nemzetközi testületnek, amely francia és japán elnöklettel a ankor történelmi örökségének megmentésére irányult. Ez tükröződött abban a levélben, amelyet Göncz Árpád elnök úr, illetve Norodom Sihanouk Kambodzsa királya írta alá 1992-ben azzal a céllal, hogy nemzetközi együttműködést generáljanak ennek az együttesnek a megmentésére. Az UNESCO közreműködésével és más magán nemzeti és nemzetközi támogatással valósult meg a munka. A különböző adatok, amelyek légifényképezéssel, műholdas felvételekkel készültek, Székesfehérváron kerültek földolgozásra. Mindezt a tudományos munkát tetézik azok a csodálatos fényképek, amelyeket Csortos Szabó úr készített a helyszínen, és én azt hiszem, hogy ez a kiállítás bizonyítja, hogy nem az országok mérete, fejlettsége számít csak, hanem nagyon nagy jelentősége van annak az érzelemnek és annak a mély lelki érdeklődésnek, amelyek egymás iránt megnyilvánulnak. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen államtitkár úrnak a megnyitó szavait, és engedjék meg, hogy néhány apró információt még hozzátegyek a kiállításhoz. Manapság elég sokat hallunk a globalizációról, ennek általában inkább a negatív vonatkozásaival, de ahogy azt hiszem, az államtitkár úr szavaival is érthettük, vannak ennek néha pozitív vonásai is, úgy gondolom ankor erre egy példa, az, hogy a műemlékek megmentésében német, japán, francia és többek között nagyon fontos szerepben magyar szakemberek vehettek részt, példája ennek a globalizációnak. Ankorban hagyományosan, elsősorban a gyarmati múlt miatt először a franciák fejtettek ki nagyon komoly tudományos eredményt, de manapság nélkülözhetetlen például az az anyag, amelyet az UNESCO program keretében végeztek, és ugyanígy része annak, amiről említés volt, és ennek bizonyos dokumentumait lehet látni a kiállításon, hogy űrfelvételek, ebben az esetben a NASA űrfelvételei segítik ma a régészek munkáját. Hogy ez mennyire szerteágazó ez a munka, ezt jól lehet érzékelni, hogyha megnézik, hogy a számítógépes világhálón mi mindent lehet találni ankorról. Ennek elősegítése érdekében egy kis válogatás az egyik számítógépen megtekinthető, megnézhető. A másik, amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, az az, hogy természetesen ez csak egy nagyon pici szelet. Ankor egy óriási műemlékegyüttes, nagy része ma még föltáratlannak tekintető, és azok a tárgyak, azok a fotodokumentációk és egyéb a kiállítás részei nyilvánvalóan csak apró bepillantást engednek ebbe a nagy együttesbe. Ugyanakkor a Közép-Európai Egyetem szeretné ezzel is jelezni, hogy minden irányba, ebbe az irányba is nyitott diákjaink érkeznek ebből az irányból is, tehát nem tekinthetünk el ezektől a dolgoktól, mindenképpen részévé kell tenni a tudományos kutatásnak is és az oktatásnak is. Let me add to some more facts about the exhibition. I would like to call your attention to the fact that ANCOR is an example of a global interest for World Heritage, as it is listed on the World Heritage Sites list. In our exhibition, there are documents, photographs, video films, as well computer materials, which are showing that there is a very important international cooperation in which French, Japanese, German, and also Hungarian participants are working, and they are hoping to offer survey materials for the wider circle of scholars to study this very special monument of the world. És remélem, hogy ezzel a kis kiállítással segítségünkre vagyunk abban, hogy
ha még nem ismerték Angkort, akkor jobban megismerhessék, ha pedig ismerték már, akkor esetleg újabb adatokat, újabb példákat mutassunk arra, hogy milyen projektek folynak Angkorban. So with the help of this exhibition, we would like to introduce Angkor for those who haven't known it before, and for those who are familiar with it, the new projects, the new approaches, which are related to Angkor. Ugyancsak szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy szeptember 22-én pénteken délután egy workshopra kerül sor a Közép-Európai Egyetemen, amelynek a programját a bejárat mellett megtalálják. Három előadásra kerül sor Angkorral kapcsolatban. Különösen érdekesnek ígérkezik Claude Jacques-nak, Angkor egyik legnevesebb szakértőjének az előadása. I also would like to call your attention that there will be a workshop on the 22nd of September in the Central European University dedicated to Angkor, and one of the most distinguished scholars dealing with Angkor, Claude Jacques, will be here and he will have a talk about the historical background of Angkor. És végezetül szeretném önöknek ajánlani azt is, hogy a kiállítás megtekintése után a Közép-Európai Egyetem főbejárati részénél, ahova az épületeken keresztül is el lehet jutni, egy kis fogadás vár önökre. And finally, I would like to mention that there is a small reception after the opening of the exhibition in the central court of the monument building of the Central European University. Nagyon érdekes kiállítás látogatást kívánok önöknek, és remélem, hogy máskor is ilyen nagy létszámban jönnek el a Centrális Galéria megnyitóira. Köszönöm szépen!